papíron a Lengyel Alkotmánybíróság egyik döntéséről, de valójában Európa jövőjéről vitáztak ma az Európai Parlamentben. A hónap elején kimondta a Lengyel Alkotmánybíróság, hogy nem minden területen van elsőbbség az uniós jognak a tagállami szabályokkal szemben. Brüsszel szerint a döntés aggasztó, mert az egységes Európai Unió végét jelentheti. A Lengyel álláspont szerint viszont az okozna az Unió végét, hogyha egy nagy nemzetek nélküli szuperállam lenne az Unióból. A vita nagyon-nagyon leegyszerűsítve arról szól, hogy mibe szólhat bele Brüsszel, és miben nem. Hűvösen üdvözölte egymást a vita előtt a bizottság elnöke és a lengyel miniszterelnök az Európai Parlamentben. A puskaporos hangulat a lengyel alkotmánybíróság döntése miatt alakult ki Lengyelország és Brüsszel között. I concerned. Mélységesen aggódom a lengyel igazságszolgáltatás helyzete miatt, így fogalmazott Ursula von der Leyen. Még sosem fordult elő ugyanis, hogy egy tagállam bírósága kimondja, a nemzeti jog elsőbséget élvez az uniós joggal szemben. Az Európai Bizottság elnöke szerint ez az unió alapjait kérdőjelezi meg, amit, ahogy mondta, nem fognak hagyni. Az Európai Bizottság lépni fog, a lehetőségek pedig ismertek. Az egyik a szabálysértési eljárás, amikor jogilag megtámadjuk a lengyel alkotmánybíróság ítéletét. Egy másik lehetőség a feltételességi mechanizmus. A lengyel kormánynak pedig el kell magyaráznia, hogyan akarja megvédeni az uniós pénzeket. A harmadik opció pedig a hetes cikk szerinti eljárás. Ez a legerősebb eszköz, amihez vissza kell térnünk, szögezte le Ursula von der Leyen. Lengyelország és Brüsszel között azután élesedett a vita, hogy a Lengyel Alkotmánybíróság október elején kimondta, nem minden esetben van elsőbsége az uniós jognak a lengyel alkotmányjal szemben. Az indítványt Mateusz Moraviecki lengyel miniszterelnök nyújtotta be még márciusban, miután Brüsszel határozatban ítélte el a lengyel kormány igazságügyi reformját, és kimondta, hogy a szabályozás ellentétes az uniós joggal. Orszka, yes. Lengyelország az Európai Unió tagja, és az is marad, vagyis szó sincs polexitről, szögezte le Mateusz Moraviecki most Strasbourgban. A lengyel kormányfő szerint Brüsszel jókra és rosszakra osztotta fel Európát, kettős mércét alkalmaz, pedig az uniós játékszabályok mindenkire vonatkoznak, szögezte le a lengyel kormányfő. Ha egy nemzet nélküli szuperállamot szeretnének, akkor előbb ahhoz minden európai ország és társadalom jóváhagyására van szükség. Megismétlem, a legmagasabb jog Lengyelországban az alkotmány. Ebből következnek a többi jogforrások. Ettől nem térhet el egyetlen lengyel bíróság, parlament vagy kormány sem, fogalmazott Mateusz Moraviecki. Az Európai Unió tagállamaiban eltérően épül fel az alkotmánybíróság rendszere. Hollandiában például nincs is ilyen testület, de különbség van a tagállamok között abban is, hogy hol kik lehetnek alkotmánybírák, és milyen jogosultságuk van. Mindezek ellenére az igazságszolgáltatás függetlensége eddig csak a lengyel és a magyar bíróságok esetében került napirendre Brüsszelben.